Érkeznek a használt, de jó állapotú iskolatáskák a Paks Kistérségi Szociális Központ ifjúságúti épületébe. Az intézmény egy országos kezdeményezés nyomán Pajtáska egy táskányi segítség címmel hirdetett jótékonysági akciót rászoruló gyermekek számára. Pajtáska a nevet kapta a program, ez egy kis őszójáték, ugye benne van, hogy pajtásodat segíts táskával, azokat a pajtásokat, akik nem engedhetik meg maguknak, illetve a szüleik nem engedhetik meg maguknak, hogy új táskát vegyenek, akár egy elsőosztályos, leendő elsőosztályos gyermeknek, de nyilván a táskák használat közben is tönkre mennek, illetve alsóból a gyerekek általában váltanak egy nagyobb méretű táskára, tehát tulajdonképpen az alsós és a felsős méretű táskákat is gyűjtjük rászoruló családoknak. Nem csak üres táskákat várnak. Ebben a táskában egy füzetcsomagot is találhatunk. A fekete táskában pedig úgy látom, hogy egy tornazsákot hoztak. Emellett ünneplő ruhát, írószert, körzőt, vonalzót is csomagolt a felajánló a táskába. A központ munkatársai gondoskodnak arról, hogy a rászoruló gyerekek egyformán részesüljenek az adományokból. Mindenképpen megbontjuk a táskákat, hiszen lehet, hogy egy adott táskába különböző méretű ruhák tartoznak bele. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy neki csak táskára van szükség, valakinek nem lesz szükség a táskára, hanem inkább a benne lévő tárgyakra. Mindenképpen tervezzük, hogy megbontjuk őket, és azoknak fogjuk eljutatni, akiknek tényleg szükségük van rá. A felajánlásokat július 31-ig juttathatják el az Ifjúság útja 1/A alá a Paks Kistérségi Szociális Központ épületébe.